Köszöntöm nézőnket! Az előzőkben egy fórumot tartott a Paktum Iroda. Domokos Gyulán foglalkoztatási osztályvezetőivel beszélgettünk arról, hogy kiket is hívtak meg a mai napra erre a fórumra. A TOP 512 helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban című projektnek tartottunk most foglalkoztatási fórumot. Munkáltatókat hívtunk meg, önkormányzatokat, intézményeket, civil szervezeteket, és az ő számukra igyekeztünk egy olyan napirendet összeállítani, ami érdeklődésükre tarthat számot. Többek között a projektet ismertettük, egy rövid munkaerőpiaci helyzetképet is felvetítettünk nekik, illetve meghívtuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatási főosztályának a munkatársait, akik a 2019 évi adójogszabályváltozásokról tartottak tájékoztatót. Voltak olyan információk, amelyek fontosak voltak határidők szempontjából, vagy más szempontból? Igen, én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai nagyon hasznos információkkal látták el a vállalkozásokat. Igaz, hogy inkább gondolatébresztő jellege, hiszen hatalmas területről beszélünk, rengeteg jogszabályról, ezért inkább figyelemfelkeltés céljából tartották meg előadásukat, illetve az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban pedig a foglalkoztatási osztály részéről tájékoztatom a munkáltatókat azokról a fontosabb szabályokról, amelyek ezt a területet érintik. Mely településekről voltak itt munkáltatók? Ötödik alkalommal tartottunk munkáltatói fórumot a projekt keretében, és ezen a mai karcagi fórumon a karcagi, a berekfőre és a komadarasi munkáltatókat vártunk. Holnapi nap folyamán pedig ugyanilyen fórumot fogunk tartani Kisújszálláson, ahol a kisújszállási és kenderesi munkáltatókat várjuk szeretettel. Tudunk-e arról szólni itt nézőinknek, hogy a projekt hol tart jelenleg, és mi várható még? A projekt 2017. január 1-től 2019. december 31-ig fog megvalósulni. Karcag Városi Önkormányzat és a Jászlanykun-Szolnok megyei kormányhivatal konzorciumi partnerségében. 2017-ben megalapítottuk a foglalkoztatási paktumot, illetve létrehoztuk a foglalkoztatási stratégiát, az akciótervet. 2017 végétől pedig elkezdtük azokat a támogatásokat alkalmazni, amelyekkel a vállalkozók a hátrányos helyzetűeket tudják alkalmazni kedvezménnyel, illetve azokat a vállalkozóvá válási támogatásokat, amelyekkel az álláskeresők az önfoglalkoztatásukat segíthetik. Valamint ettől az évtől, 2017 végétől kezdődően a képzéseink is beindítottuk. Sokan vettek már részt, és úgy tudom, hogy vannak olyanok, akik azóta már önállóan dolgoznak vállalkozóként, és sokakat pedig alkalmazottként vettek föl a környékben levő cégek. Így van, már 264 főt vontunk be a projektbe, 217 főt közülük elhelyeztünk különböző foglalkoztatásbővítő támogatásokkal, tehát ők már dolgoznak, vagy dolgoztak, reményeink szerint minél hosszabb időtartamú munkavégzést végeznek, 32 főt képzési támogatásban részesítettünk, és 12 fő pedig vállalkozóválási támogatásban részesült, ezek a vállalkozások jelenleg is működnek. Van esetleg olyan pályázat, amire most pályázhatnak a munkáltatók? Igen, jelenleg is igénybe lehet venni foglalkoztatásbővítő támogatásokat, bértámogatásokat, bérköltség támogatásokat, munkatapasztalatszerző támogatásokat. Tehát úgy gondolom, hogy még mindig elég széles a projekt, a végéhez közeledve is széles a projekt palettája. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!